A bárányhimlő nem csak gyermekbetegség, akik fiatalon nem esnek át rajta, azok felnőtt korukban is fogékonyak maradnak rá. Az őszies időjárás kedvez a terjedésének, közösségbe kerülve bárki elkaphatja. A bárányhimlőnek a szezonális időszak az most van. Őszi, téli, kora, tavaszi időszakban fordulnak elő főleg a fertőzések, mivel hogy ez egy légutakon terjedő fertőző betegség, és ilyenkor ebben a hurutos időszakban sokkal nagyobb az esendőség, a hajlandóság, hogy a gyerekek ezt a vírusos fertőzést el tudják kapni. A bárányhimlőt egy herpesz csoportba tartozó vírus okozza, a szakemberek ezért gyógyszeres kezelést javasolnak a betegek számára. A kiütéses betegség időtartama, valamint a további szövődmények kialakulásának esélye is csökkenthető a különböző vírusölő készítményekkel. Egy körülbelül 20 000 forintos oltással megelőzhető lenne a megbetegedés. Nagyon jó védekezési rendszerünk van, védőoltás van. Ez ellen, a betegség ellen, ezt már fiatal korban, késői csecsemőkorban már el lehet kezdeni ezt az oltást. Két oltás életre szóló védettséget jelent a gyermek részére, tehát még felnőtt korában sem tudja ezt a betegséget elkapni az illető egyén, aki ezt a védoltást megkapja. Ha valaki ezt szeretné, háziorvosát föl kell keresni, és minden háziorvos tisztában van ezzel. Jó lenne, hogyha ez minél szélesebb körben elterjedne a lakosság körében, hogy ez ellen van védőoltás, és ez egy hatékony védőoltás. A bárányhimlő az esetek körülbelül 20%-ában előidézhet idegrendszeri és vérképzőrendszeri betegségeket, gennyes bőrgyulladásokat, de akár vese problémákat is okozhat.